Szemmelweis szobránál koszorút helyezett el Cserpalkovics András polgármester, Mészáros Attila alpolgármester és Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok. A koszorúzást követően a Szent György Kórház kórusának műsorával kezdődött a Szemmelweis napi ünnepség a Hímerházban. A résztvevőket a város polgármestere köszöntötte. Cserpalkovics András szerint ahhoz, hogy a székesfehérvári ellátórendszer működhessen, összefogásra van szükség. Ez egy óriási struktúra, óriási rendszer, többféle feladatellátási szinttel, annak többféle fenntartójával, tehát fontos az, hogy együtt tudjunk működni, és ennek az is a része, hogy ilyenkor képesek legyünk megállni egy pillanatot, köszönetet mondani azoknak, akik az egészségügyben teszik a mindennapokban a munkát, a dolgot, a feladatot végzik nagy szorgalommal. Az eseményen átadták a Székesfehérvár egészségügyi értíjakat is. Az elismerés annak az orvosnak, egészségügyi szakdolgozónak adományozható, aki Székesfehérvár lakóinak egészsége, egészséges életmódra nevelése érdekében végzett, kiemelkedő szakmai tevékenységével a betegek javát és gyógyulását szolgálta. Az egyik díjazott Tóthné Marton Gizella háziorvos. A diploma megszerzését követően a Fejér megyei kórházban dolgozott a szemészeti, majd a belgyógyászati osztályon. 1993-ban üzemorvosi szakvizsgát tett és pályafutását üzemorvosként folytatta. Majd ezt követően szerzett szakvizsgát háziorvostanból. Jelenleg a jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölthetné, de fáradhatatlanul dolgozik továbbra is. Az utóbbi években egészségügyi szolgálati jogviszonyban iskolaorvosi és helyettesítőként háziorvosi feladatokat lát el. A második díjazott idén Diósi Józsefné körzeti nővér. Pályafutását gondozónőként kezdte a 8. számú bölcsödében. 1988-tól előbb a Fejér megyei Tanács Kórház rendelőintézet, 1992-től a Humán Szolgáltató Intézet, majd 1997-től vállalkozó háziorvos alkalmazásában felnőtt háziorvosi körzetben lát el asszisztensi feladatokat. Szeretem az embereket, szeretek segíteni a betegeknek is, az egészségeseknek is. Én ezt tényleg hivatásnak találom, ezt a szakmát, és hát 40 éve a pályán vagyok, de szeretném folytatni. Úgy gondolom, hogy nem vonulok végleg el, és nem hagyom el a pályát, hanem továbbra is szeretnék dolgozni, és az emberek érdekeit és a betegek gyógyulását segíteni. Az ünnepség keretében több évtizede az alapellátásban dolgozó szakemberek munkáját is elismerték. Több a pályáján jubiláló orvost és egészségügyben dolgozó szakembert is köszöntöttek.